Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A szubjektív mai adásában nem más a vendégem, mint a Pannon Televízió főszerkesztője és a Pannon RTV igazgatóhelyettesek Kozma Zoltán. Üdvözöllek a stúdióban! Szia! Hát valószínűleg ez az utolsó interjút szabad emberként, ugyanis hétvégén megnősülsz. Érzed már ennek a változását? Érzed a változás szelét? <hály> hát így is lehetne mondani, hogy változás szelet, de hát én azt gondolom, hogy ez az egy normális dolog. Hát lehet, hogyha éjjel elején kérdezed meg, hogy idén megnősülök Én ja nem mondtam volna, hogy igen, de, de tényleg az utolsó napom és az utolsó híradó közben készül ez most, hát majd kiderül. Illetve nem derül ki, hát megnősülök most már biztos csak. Hát ugye hosszadalmas lenne felsorolni mindazt a változást, ami az elmúlt időben, elmúlt időszakban végbe ment a Pannon televízióban. Mégis főszerkesztő vagy, és mióta betöltöd ezt a posztot, szerinted mi változott a leginkább a televízióban? Hú, hát ez tényleg egy érdekes kérdés. Nagyon sok minden. Épp a valamelyik nap futottunk rá, régebbi műsorokat néztünk át, óriási különbség van. És én azt gondolom, hogy ennek a különbségnek a, a legfőbb mozgató rugója az az volt, hogy igyekezett a Pannon RTV, úgy a rádió, mint a televízió, egy olyan irányba elmozdulni, hogy ne csak ezt a városi, kisebb regionális televíziós, rádiós műsorszolgáltató szerepét töltse be, hanem hogy nyissunk a világ felé, nyissunk, nagyobb rétegek, nagy szélesebb rétegek köré felé. És én azt gondolom, hogy egyre inkább próbálkozunk, és egyre inkább jó irányba halad ez a történet. Ami korábban olyan történetek kerültek be nálunk a híradóba, amik csak a legszűkebb pátriánkat tudták érinteni, most már azért, hogyha az emberek figyelik, hát New Yorktól a legfontosabb világeseményektől kezdve, a Kárpát-medencei magyarság történéseig minden benne van. Ezért nagyon sokszor neked is, meg nekem is többször előfordul az, hogy próbálkozunk a híradót abban a keretekbe besűríteni a 22-3 percbe, de aztán a 8-as iradó megszólad egy fél órára, mert hogy annyi, annyi, esemény van, és annyi minden történik velünk, és annyi minden érinti a vajdasági magyarságot is közvetve vagy közvetlenül, hogy, hogy ez nagyon nehéz ilyen rövid távol besűríteni, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy sok mindenről szóljunk. Ez csak egy nagyon pici része volt a híradó. Itt, Műsorok indultak, műsorok bezárultak, műsorok lezárultak, műsorok indultak. Pont egy ilyen műsor lesz, nem sokára jövő héten újraindul a vitráz a művész világnak a fél órája, egyelőre fél órája, aztán majd több is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog történt, amit így észre sem veszünk. Tehát mi, akik napi szinten benne vagyunk a szerkesztésben és a műsorgyártásban, nem is biztos, hogy mindig tudjuk értékelni, hogy mennyi minden fejlődés történt itt. A magyar televíziónak és a magyar rádiónak gyártott anyagokon keresztül én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtanult itt ez a társaság, megtanultunk mindannyian, mert amíg másképp álltunk hozzá a témákhoz korábban, én azt gondolom, hogy sokkal professzionálisabban dolgozunk fel eseményeket és témákat, persze rengeteg hibával, és rengeteg, sokszor előfordul az, hogy egyes eseményekre a pannonos kollégák nem tudnak kijutni, mert tényleg rengeteg minden meghívó is van, meg témák vannak, aztán utána Előfordul, hogy nem jutunk oda valahova. Aztán olyan is előfordul, hogy másképp látjuk mi a dolgot, mint a közvetlen résztvevői ezeknek a történeteknek. De hát én azt gondolom, hogy azért vagyunk, mint ahogy ez a műsor is arról szól, hogy szubjektív, szubjekt, szubjektív alanyok mindannyian, hogy, hogy, hogy próbáljunk másképp meglátni dolgokat. Aztán, hogy a közösség ebből mit tud hasznosítani, vagy mennyi jut el hozzá, az egy más kérdés. De hogy az eredeti kérdése visszatérjek. Én azt gondolom, hogy rengeteget dolgoznak itt a kollégák, ezt ö, szerintem bárki megerősítheti itt, akár közülünk is, a, a műszaktól a szerkesztőségig. Nem is véletlen az, az a fluktuáció sem, amely a szerkesztőségen és a munkatársakon keresztül, vagy munkatársaknál jelentkezik, hogy sokszor van az például, hogy pannonos képernyőn látnak valakit a nézők, aztán egy idő után eltűnik. Vannak, akik nem bírják az iramot, vannak, akik nem bírják azt a tempót, azt a munkatempót, amit azja, ez a fajta média, médium jelent, hogy elektronikus médiaháznál dolgozni más, mint a nyomtatott sajtónál. Itt napi szinten óránként mond híreket a rádió, a netes tartalom az percenként frissül, és a televízióban két élő híradó, amire ha, ha a kisbalták esnek az égből, akkor is híradót kell gyártani, és nem lehet azt kírni, hogy bocia, a stáb nem érkezett vissza. Tehát a nézők egyre inkább elvárják azt, hogy minél több helyről magunkra tettük magasra a lécet, és ezt, és ezt muszáj tartanunk, és tovább kell fejlődnünk, mert csak akkor tudunk megmaradni a piacról, és a pályázatokon, támogatásokon keresztül, hogyha leteszünk valamit az asztalra. Elmondtad, hogy ugye is egy picit át is foly most a következő kérdésben hogy sokan nem bírják ezt az iramot. Melyek azok a problémák, amelyekre a legtöbbször szembesülsz főszerkesztőként és híradószerkesztőként is? Hát itt megint egymással beszélgetünk, mert te ugyanezekkel szembes, szembesülsz. Tehát amit az előbb elmondtam, hogy sok esemény van, sok minden helyre el kéne menni, Viszont korlátozottak a lehetőségeink. Sajnos ki kell mondani, a tudósító hálózata a Pannon RTV nek az elmúlt hónapok zavaros anyagi helyzete miatt, és a nem titok a fizetéskésések miatt hát szinte a nullára korlátozódott, illetve nem, itt kérek elnézést a magyar kanizsai tudósítónktól, Bödő Sándortól, aki, aki szinte egyedül álló, egyetlen tudósítóként megmaradt itt a Pannon RTV kötelékében, és tartja is azt a két-három tudósítás naponta. Sajnos a többiek nem bírták nagyon türelemmel és idővel, pedig én azt gondolom, hogy egy tudósítónak lenni az egyik legszebb munkakör ilyen szempontból, mert ő saját pátriájában, saját embereket ismerve, saját ö, saját ö, szakmájában ö, otthon levőként legkönnyebben tudja elkészíteni a feladatokat, saját magának osztja be az időt, és amit utána mi kifizetünk, mondom, ö, nem titok, hogy voltak fizetéskészések, és sajnos még mindig vannak kisebb gondok, de hát a Pannon RTV arra azt próbálta, idén egy ilyen, hát szigorított költségvetésre, hogy a meglévő tartozásait inkább egyenlítse ki, és egy, és egy nullába tudjunk fordulni a következő évre, amit most én jelen pillanatban talán úgy tűnik, hogy sikerülni is fog. Aztán a következő év lehet, hogy könnyebb lesz, és könnyebb lesz tudósítókat is szerezni, akik pedig most itt dolgoznak, és tényleg napi szintén 10-12 órát lenyomnak, hogy úgy mondjam, hát minden elismerés az övéké. Ugye sokan hangoztatják, hogy van néhány műsor, ami eltűnt, ezek közül sok majd újraindul az arculatról, illetve az arculat változásról, a későbbiekben majd mindenképpen beszélni fogunk. De mitől függ az, hogy a televízió megtart -e egy műsort, vagy nem? Ó, sok mindentől. Ö, legfontosabb, ugye mi a legfontosabb nekünk? A nézők. Tehát a nézők, hogyha van érdeklődés és van közönség, akkor egy műsornak valószínűleg élnie kell. De a Pannon RTV az nem kereskedelmi televízió, panon RTV és rádió, tehát televízió és rádió az közszolgálati tartalommal működik. Vannak olyan tartalmak, amik lehet, hogy nem a legkedveltebb, úgy mondjam, a legszélesebb közönség felé, viszont én azt gondolom, hogy nekünk ugyanolyan kutyakötelességünk a, a, a fontos eseményekről beszámolni, a közösséget érintő történésekről beszámolni, mint, mint szórakoztató tartalmakat letenni az asztalra. Én azt gondolom, hogy az elmúlt két évben pont ez, ami leginkább sikerült. Tehát az az öt órától fél kilencig sáv az, ami úgy helyre került. Tehát ez az informatív, erős három és fél óránk, ez kielégíti gondolom azokat az idő, azokat a, 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 az elvárásokat, amik a nézők irányából jönnek, hogy az információkat megkapják a történésekről, politika, gazdaság, hírháttér, interjúk, különféle beszélgetések, közelképekben, beszámolók, hosszabb, rövidebb riportok, viszont ami kimaradt nekünk, az a, a, a szórakoztató jellegű műsorok, bár meg kell jegyezni, hogy ezzel is foglalkoztuk, vagy próbálkoztunk korábban, volt a Quartet nevű szórakoztató műsorunk, Kultúrbulvárnek hívtuk, aztán az működött is egy évig, utána egyes okoknál fogva nem úgy történtek a dolgok. Tehát kicsit, hogy mondjam, nem, is, nem, nem azt hozta vissza az a műsor, amit, amit vártunk volna mi is, és a nézők is tőle, aztán átalakult. Tehát egy kicsit most a vitrázs vitráz is megszűnt, az pedig a... a, a a megszorítások miatt. Most újraindul a vitrás, de ez már nem az a vitrás lesz, mint régen. Tehát itt a kettő között valahol. Tehát nem tettünk le se a kvártetről, se a vitrásról, hanem egyesítettük. És a kvártetből ismert Husnyák Andrea és Nemes nagy Anita most itt a vitrásban ö, indulnak újra útjukra. Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy valami megszűnik, az még nem jelenti azt, hogy végleg le kell húzni a rollót az ilyenfajta tartalmak ö, előtt itt a pannomban. Azért szeretnék nyitni mindenki felé, hogy, hogy ne legyünk kizárólagosak, hogy itt mindenkinek helyen legyen, hogy próbálj meg megtalálni magát. Ami a műszaki fejlődést illeti, itt is majd komoly változások lesznek a PANON televízióban, ezekről egy picit, hogyha tudnál beszélni. Tehát hogyan képzeljük ezt nem most jelenleg, milyen kameraparkja, esetleg milyen kameraparkja van a Pannon televíziónak, és hogy mondjuk a technikai felszereltség, a felszerelés hogyan változik, hogyan fejlődik el, lesznek itt befektetések ebben. Én azt gondolom, hogy a nézőket ez, ez legalább annyira érdekli, mint téged, tehát hogyha te hallasz egy olyan előadást, hogy az optikai kábelek és a kamerákhoz milyen hányas, még milyen kiadás, és senkit nem, nem hoz annyira lázba. Én inkább pont arról beszélnék, inkább, hogy nagyon nehéz a műszaki stábnak most jelenleg dolgozni a pannonban, mert 5-6-7 éves kamerákkal, kábelekkel, behúzókkal, vágóegységekkel, számítógépekkel dolgozik, és a, a műszaki csapatnak a, a, én azt gondolom, hogy a, a zsenialitásának köszönhető, hogy ez a rendszer még mindig működik, mert ezek a, az eszközök nem 6 évre vannak tervezve, meg itt terepen, a szántó földektől az esőig mindenfelé használva vannak ezek a kamerák, ezek normális romlanak. Na no most úgy néz ki, hogy talán a közeljövőben ez, ez, egy szerződésnek köszönhetően javulni fog, és ha minden igaz, a jövő év elejére a Pannon teljesen meg tud újulni. Ez egy nagyon kedvezményes szerződés, amit mi munkával fogunk majd teljesíteni. Ennek a részt a de ennek a részletéről még nem beszélnék, mert tehát én nem szeretem elkapkodni a dolgot. Amint lesz konkrétum, erről be fogunk számolni, de úgy néz ki, hogy a Pannon RTV, hogyha ez megvalósul, ez a műszaki befektetés és fejlesztés, akkor itt a vajdasági szinten az egyik legfejlettebb technikával rendelkező médiaház lehet. Ugye elhangzott, hogy komoly az együttműködés a az MTV-ával. Ez miben nyilvánul meg? Hogyan működik együtt a Pannon Televízió a Magyar Televízióval? Két irány utca. A... Nagyon fontos, hogy mi kapjunk budapesti, magyarországi, kárpát eseményeket. De az mtv ról azt mindenki tudja, ugye az az MTV, Duna TV, Kossuth Rádió e, integrált e, anya égyháza, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, anya teste. E, kiterjed a tudósítópontja van a Kárpát-medencében, ahova ők eljutnak az együttműködésnek köszönhetően azokat az anyagokat mi megkapjuk, és ezek a műsorunkban jelentkezhetnek. Ez az egyik része. Ettől én azt gondolom, hogy sokkal, vagy legalább ennyire fontos, de inkább fontosabb az, hogy a vajdasági események is bekerülnek ebbe a körfolyásba, amit úgy hívnunk, hogy MTVA és Magyar Televízió és Duna TV, mert a pannonos kollégák által készített anyagok, riportok, azok most már napi szinten megjelennek, úgy a tévében, úgy a rádióban. Épp az előbb, mielőtt jöttünk be stúdióba, van egy kis tábla a szerkesztőségben, megrendelések címmel. Hát épp azon viccelődtünk reggel, hogy kinevenni nagyobb táblát, mert Igen. már nem férnek ki. Tehát a rádióban, televízióban, a politikai eseményektől kezdve sporton át a mezőgazdaságig, ami ránk ezeket mi, dolgoz, ezeken mi dolgozunk. Ö, eleinte nehezebb volt, most már egyre inkább a kollégák is rájönnek, hogy mi az, amit az MTV kér hogyan kérik a riportokat, és hát hozzáállunk ehhez. Ez persze több lett munkát jelent, de a műsorácsunkat pedig ugyekszünk úgy felépíteni, hogy ami Magyarország felé dolgozunk, az beépítjük a sajátunkba is, hogy az ne dolgozzunk duplán, mert hát így is leterheltek az embereink. És egy picit most beszélünk a híradóról, mégis a legnézettebb műsor a Pannon Televíziónak, és hát a talán meghallgatottabb műsor a rádiónak is. A Pannon Televízió híradója, nagyon érdekes, mert egy kolléga nőnk mondta ezt, vagy kérdezte tőlem valamelyik nap, hogy hogy csinálja azt a Pannon TV, hogy kevés sajtótájékoztatóra megy el, és mégis meg tud tölteni egy fél órás híradót. Tehát mi ez a különleges koncepció? Mert ugye másképp csinálja a Pannon Televízió más médiumokhoz képest. Hát, hogy ö, igen. Másképp csinálja, mint egy városi televízió. Pont erről beszéltem az elején. Amíg korábban a városi televízió szintjén a Pannon minden sajtótájékoztató megjelent, azt leadtuk, nagyjából rövidítve, addig most már témákat dolgozunk fel. Tehát olyan témákat dolgozunk fel, ahol amik leginkább érintik az itteni embereket. Mire gondolok? Épp ma készül a híradóra egy bejátszás arról, hogy lopják a sineket Bajmok és Szabadka között. Hogy érdekes ez a néző számára? A nézőt sokkal jobban érdekli, ha kimegy az operatőr, a reporterrel és megmutatja azt a csavart, vagy annak a csavarnak a helyét ott a vasúti sineken, amiket még a monarchia idején raktak le, mert hogy a szerbiai vasúti társaság az elmúlt időszakban nem igazán fejlesztett. És kint a helyszínen forgatunk inkább riportokat, tehát mi sokkal inkább... Az utca ügyek... felé Igen, az tehát a, a mindennapok embereit próbáljuk behozni. Persze sajtótájékoztatóra is el kell menni, meg ott információkat kell gyűjteni, meg ott nyilatkozatokat könnyebb beszerezni. Meg ott azért az nem igaz, hogy nem nagyon járunk sajtótájékoztatóra, mert nagyon sokra járunk is. Csak pont ez a szelektálás az, amit, amit az, itt, az beszélgetés elején is szóvá tettünk, hogy hát nem kell mindenhova elmenni a protokoll szerint, még nem protokollálisan kell feldolgozni témákat, hanem úgy, hogy az embereknek a problémáira rávilágítsunk, hogy ne csak, de ne csak a problémákra, hanem mondjuk akár a pozitív, pozitív esetekre is. Például most megint visszautalok, az egy héttel ezelőtt Juhász Gabi kollégánk csinált egy négy éves roma hegedűs kislányról, aki, aki a, 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 Sindel listának a zenét el tudja, ének, el tudja hegedülni. Tehát meg kell találni ezeket az embereket is. Ugye, mert rengeteg olyan sajtótájékoztató is van, amit pont, például egy rendezvényt jelent be, ami mondjuk egy hét múlva kerül megrendezésre. Tehát például az ilyen sajtótájékoztatókra gondolok, ezeken legtöbbször jelen vannak a szabadkai, konkrétan szabadkai médiumok, de hát ugye a Pannon TV az igyekszik mondjuk a rendezvényre elmenni, és picit háttérinformációt is adni. Most én visszakérdezek, és mi ezzel a probléma? Hát az a probléma, esetleg hát nincs vele probléma, pont az a jó benne, hogy akkor tulajdonképpen így tudunk. Tehát mi nálunk tehát úgy osztjuk be, hogy bejelentések, tehát most, hogy a rádió újraindult a rádióban a napközi, ott be tudjuk jelenteni napról napra, hogy mik történnek, meg ott van hely arra, de a híradóban én azt gondolom, hogy nem bejelenteni kell, hogy mik történnek majd, hanem hogy ami történt. Tehát ami megtörtént és nem kellett volna, vagy ami nem történt és meg kellett volna, vagy ezt egyébként is érdekli az embereket, hát az a híradóban benne kell legyen. Aztán, hála Istennek, van 24 órás rádiónk, meg ö, tévénk, akik, ahol pe pedig beférnek más tartalmak is. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nem muszáj mindent a híradóba belerakni. De olyan régen újraindult indult a mezőgazdasági műsor, erre is nagy igény volt. Gondolom, hogy örültek, illetve örömmel fogadták a gazdák itt fajdaságban. Hát én gondolom, hogy igen, Bakos Viktor kollégánk ö, újraindított a tévében és a rádióban is szépen lassan, hát ez ugyanannak a része. Tehát ahogy a, egy időben megállt minden, ugye a nyári műsorrácsol, aztán utána az most szépen lassan térnek vissza ezek a tartalmak. Vannak még más terveink is, tehát akár az egészségügyi műsor, vagy, vagy egy helyi őrző címmel egy olyan műsor, amely a helyi értékeket, a helyi közösségek, a kulturális közösségek értékeit próbál bemutatni. Akár úgy, ahogy a magyar televízióban volt annak idején egy ilyen azt hiszem, hogy annak is helyőrző volt a neve, tehát egyes településekre mentek el és mutatták be a, a helyi értékeket. Ez is terve van, de mindez én gondolom, hogy tavaszra fog kitolódni. Egyrészt azért, mert az emberállományunk, ahogy már említettem, megcsapant a tudósítói ö, állományunk, illetve hát, ö, a technikai felszereltségnek a javításán dolgozunk most per pillanat. Aztán készülünk arra, hogy jövőre választások is lesznek többféleképpen, aztán azt is lehet hallani, hogy egyre inkább Szerbiában is lesznek ismételten. A Pannon meg majd dolgozik. Nagy kihívások előtt áll most a televízió. Hát az egész televízió, a rádió és azt gondolom, hogy az egész szerbiai társadalom, mert akkor <laughs> olvassuk azokat, hogy mekkorák a fizetések Szerbiában, akkor utána mindenkinek ö, ö, nagy kihívás itt lenni. Viszont én azt gondolom, hogy ettől még egy ö, tehát kicsit visszautalva arra, hogy miként éljük meg a napjainkat itt mi a Pannonban. Tehát, hogy egyrészt, amit mondtam, hogy kicsit csúsznak is a fizetések de itt az emberek dolgoznak és akarnak dolgozni, és érdekes különben nagyon az is, hogy hónapok óta keresünk riportereket, akár szabadkai viszonylatban, de akár tudósítókat is bejönnek, nagyon ritka az, amikor valaki itt ragad. Érdekes ez a vajdasági lét egy kicsit, mert így az emberek szeretnek kicsit panaszkodni, de amikor ott itt egy lehetőség, tehát pályakezdő fiataloknak adunk lehetőséget. gyertek, próbáljátok meg riporterként dolgozni. Gyerték próbáljátok meg azt, hogy mit tudtok. Mennyire van kreativitásotok, mennyire van euh, szaglás, szaglás, szaglásotok arra, hogy, hogy, hogy megpróbáljatok valamilyen problémákat felderíteni, hogy egy fiatal csapat tagjai legyetek, hogy egy magyar közösségben dolgozzatok, és próbáltok meg meg, próbáljátok meg valamilyen fajta megélhetést biztosítani saját magatoknak, és nem jelentkeznek. Mindig azt mondjuk, hogy mekkora munkanélküliség van a Szerbiában, mindig azt mondjuk, hogy nagyon nehéz itt megmaradni, holott vannak lehetőségek, csak itt az emberek már kicsit hozzá szoktak a fanyalgáshoz. Én azt gondolom, hogy vannak, tehát most is arra biztatok mindenkit, hogy próbálja meg. Hát mit veszít? Van olyan -e döntés, amire nem vagy büszke, mióta főszerkesztő vagy? Nagyon sok. Egy példát tudnál esetleg erre mondani? Hát olyan sok, hogy nem jut eszembe. <laughs> Akkor úgy kérdezem, hogy mire vagy a legbüszkébb a híradóra, vagy pedig... Én, én az előbb elmondtam, azokra az emberekre vagyok legbüszkébb, akik ezeket napon, napi szinten meg tudják csinálni. Nem, tehát én az, hogy itt vagyok, az egy dolog. De itt leginkább annak köszönhető az egész váltás, ezt szerintem itt a nagy nyilvánosság előtt is mindenki tudja, hogy amióta Bocsan István lett itt az igazgató, onnantól kezdve változott ez a történet. Tehát akkor egy radikális változás felé ment el a televízió, ő ugye az ő tapasztalatát, a kis ismerettségének köszönhetően megreformálta ezt a televíziót és rádiót. Ez egy nagyon komoly és kemény munka volt, és tart most is, de azok az emberek, akik itt napi szinten a, a hangtechnikustól kezdve a riporterekig, a szerkesztőktől, az operatőrekig, akik ezt megvalósítják, azoknak a dicséret itt nem nekem, vagy nem igazgató úrnak, hanem igazából azoknak az embereknek, akik itt napi szinten 12 órát nem sajnálnak itt lenni. Aztán a nézők meg eldöntik, hogy ez a híradó tetszik, vagy nem tetszik. És még egy utolsó kérdés, ugye most nem olyan régen a rádió is nagy fába vágta a fejszét, és a tévé is ezt tervez, ugyanis egy kívánságműsor indul majdnem sokára. Erről néhány részlet, Jaj, egy kis ízelítőt elárulnál Ennek nagyon örülök. Ez a, nagyon régóta volt egy ilyen, ö, hát egy, el, nem is elvárás, hanem egy, a közönség felől érkezett egy olyan, ö, Nyomás El, lehet Nyomás, ezt ezt szerettek volna nagyon régen egy, egy kívánságműsort, mert a vajdasági magyar amellett, hogy szereti kicsit kicsit fanyalogni, szeret mulatni is. <hül> és a Panna Rádióból nagyon hiányzott egy ilyen népzenei, ami, ami, viszont nem gagyi és kívánságműsor. És a Panna Rádióban Buzás Zsuzsi kolléganő vezetésével 6 órától, vasárnap este 6 órától minden, est, minden kívánságműsort adunk, ahol egy, egy, egy bizonyos listáról válogatva zenéket lehet egymásnak küldözgetni. Érdekes volt, mert izgultunk itt az első adásnál, hogy ez mennyire fog bejönni, hogy mennyire lesz érdekes. Aztán első körben még nem volt vezetékes telefonon való jelentkezés, SMS-ben, interneten, Facebookon lehetett jelentkezni, akkor már úgy, úgy egy, egy harmadára a listának jelentkeztek. Volt, aki Írországba, volt, aki Izlandról kért zenét, ami igencsak meglepő volt, hogy vasárnap este valaki Izlandon a Pannon rádiót választja. Persze ez nem izlandiak voltak, hanem kivándorolt csantavériek, de teljesen Akár műgyőző. izlandiak is lehettek Akár izlandiak Igen. is lehettek volna, kicsit a, a, a szövegnek a nyelvével lett volna egy picit gond, de, de visszatérve, a múlt héten már annyi, annyira csörgött a telefon, hogy itt egy ember nem is győzte felvenni a kagylót. Most a tévében ugyanezt e, tervezünk, azzal a különbséggel, hogy a tévében azért sokkal nehezebb ilyen zenét adni, mert ahhoz kép is kell, hang is kell. Még a rádióban elég a hang és a felvett hangot leadni. Itt élő stúdiós, lakodalmas zenét szeretnénk adni, hát aztán majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy szüksége van az embereknek arra, hogy vasárnap este otthon betakarózva egy, egy kis mulatós zenét hallgassanak, mert annyi probléma is gond van nekik hétről hétre, hogy hogy kicsit néha ki kell engedni. Még csak egy rövid kérdés, a marketing tevékenységre szeretnék rá rákérdezni, ugyanis ez is megváltozott az elmúlt időszakban, tehát széles körülbb marketing tevékenységet folytat a Pannon Televízió. Széles körülbb és sokkal látványosabb, tehát a Pannon Televízióban, ami korábban alig voltak reklámok, most már arra kell ügyelni, hogy a, a törvények által megszabott kereteket nehogy túllépjük, rengeteg reklám van, a marketing csapatunk az kibővült, a és mondtam, hogy látványosabb is, hát a marketing osztályon munkát kapó hölgyek, azok én azt gondolom, hogy magukban egy jó látványt nyújtanak, de nem, tehát félre a tréfát nem azért van a marketingnek ekkora sikere, hanem nagyon ügyesen és okosan hálózták be az ügyfeleket. Próbálunk nyitni a vállalatok felé, a különböző vállalkozások felé, és a Pannon RTV-nek a működését a marketingbevételek biztosítják. Tehát ez, a, tehát a napi működést, tehát a, a benzinköltségtől kezdve minden mást. És a jó Nincs. csapat. És a jó csapat, és a jó műsorok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Viszontlátásra.